Jó reggelt, sziasztok! Kedd délelőtt van, illetve 8:53, megérkezett a cserép, és már srácok pakolják le, illetve lassan végez is. Itt vannak lenn, összesen 32 raklap, vagy 33, azt hiszem. Szóval lesz bőven, amit fel lehet rakni, vagy amit fel kell majd rakni. Ezt a két oldalt kell még átfóliázni és belécezni. A többi az úgy többé-kevésbé megvan. Ezen az oldalon talán látszik, hogy itt a második sor van neki hagyva. A hatodik, azt hiszem meg arra lejjebb. Itt a napelemnek van egy speciális cserepe, és az alá 4x12-es léc lesz berakva. Ezen az oldalon végig ugyanúgy. Itt is lesz 4 sorba. 1, 2, 3, 4, 5 sorba berakva ilyen palló. A vágott cserép alá, nem vágott cserép alá. A napelemnek a tartója alá. Úgyhogy azok a hiányoznak, de azon kívül tényleg csak ez a két oldal maradt el. Ezt ma nekiugrunk, megcsináljuk, illetve itt vannak a báldogosok is, Lajos bácsi meg a Johnny. Ők neki tudnak állni a belső oldalon rakni itt elalakba a csatornát, meg a vápalemezt. Ott még az alsó sor lécet fel kell rakni. Azt neki is ugrunk most a Szabival, ha minden igaz, felrakjuk. Meg a vápát besűrítjük, vápánál a lécezést, hogy a lemezt oda is be tudják rakni. Illetve itt a hátsó oldalon, itt is megcsináljuk a első sorlécet, meg a sűrítést. Ja, körülbelül ez lesz így a mai napra a terv. Reméljük, hogy az idő jó lesz, egyelőre nincs rossz idő. Elég szépen süt a nap, legalábbis ott. Ezen az oldalon még a fák, meg ez a kis domb még elég jól árnyékot tart, de nem mondott rossz időt már, reméljük, hogy szél sem fog nagyon fújni. Na mindegy, a lényeg a lényeg. Holnap nem leszünk, szerdán nem dolgozunk, munkaszüneti nap. De majd, amit ma este megcsináltam, azt holnap reggel majd el megmutatom nektek, és akkor csütörtökön elvileg innen fogjuk folytatni. Na hát akkor jó munkát mindenkinek, srácok, és akkor kitartást a mai naphoz. Sziasztok!